Jó napot, sziasztok! Krisztián vagyok, és ebben a blogban a tavaszi serkentő lepényről szeretnék néhány szót mondani. A lepényezést azért használjuk, hogy ilyenkor, amikor a méhek már elkezdik a fiasítást, az anyát egy kicsit ösztönözzük a több petele rakására. Ilyenkor még nincs kint a természetben nagyobb mennyiségű virágpor sajnos, a hullvirág már megindult egy kicsit, ez nagyon minimális, a mogyoró már levirágzott, vagyis hát virágzott, az aznap éjszaka meg is fagyott, másnap már nem adott semmit, és ilyenkor már a család elindítja a fiasítást. Ilyenkor szépen elkezden fiasítani az anya, elkezd egy kicsit kiterjedni, elkezdenek több energiát használni, és ezt próbáljuk mi serkenteni mesterségesen egy kis fehérjével, amit cukorlepény formájába adunk be. Ezt a fehérlés lepényt én jelenleg a dulkofruknak a fehérjés lepényét rakom be, most egy tavaszi indító lepénynek. Ezzel a virágporhordást megpróbáljuk imitálni egy kicsit a fehérjével, tele van vitaminnal, meg ugye a hordást éreznek egy kicsit élelempótlásra is jó. Ezeket a lepényeket egyébként most meg lehet venni a Nemzeti Program keretein belül gyógyszer cukortámogatásra, 1350 forint cukoroldalon, és hozzá 450 forint értékbe kell gyógyszert vásárolni, hogyha szeretnénk kimaxolni ezt a lehetőséget, és így visszakapjuk az árát, ezzel támogatnak minket, ami egy jó dolog, és ezt érdemes is kihasználni. Amúgy én is általában gyúrni szoktam a lepény, de most így megsporolom magamnak azt az időt, és így inkább berakok egy ilyen lepényt. Először is vágok rajta, ez egy viszonylag kemény lepény egyébként. Vágok rajta egy lukat. Általában ezt a színes felét érdemes kivágni, ugyanis, hogyha ezt így rárakjuk a méhekre, akkor így jobban lehet majd látni, hogy mennyit fogyasztottak már el belőle a méhek. Egyébként ezeket a lepényeket meg lehet vásárolni a Citovár és a Dulkofrukt oldalán is, amit majd be fogok linkelni a leírásba. Így vágom, így szedem ki a lepényt. És akkor felbontunk egy kaptárat. Ezt a napot rászántam. Ma végig szaladok a családokon, és be is rakom hozzájuk a lepényt mindegyikhez. Egy kis füstöt kell használni, ugyanis már elég aktívak a méhek. Egy-két családnál raktam be cukorlepényt is, a 100-ból kb. 15-nél ilyen száraz, vagyis egyszerű száraz cukorlepényt, amit igazából amiatt raktam be, mert úgy gondoltam, hogy lehetséges, hogy kevés lesz nekik a táplálék egyes családnál, de igazából túl sokat nem fogyasztottak belőle, csak egy-egy felet raktam be. Egy kicsit megfussolom a méheket, hogy lehúzódjanak a léputcákba, hogy ne nyomjam őket agyon a lepénnyel. Nem nagyon tetszik nekik ez a kaptárbontás most, tódulnának kifelé. Így lehúzottak a méhek. És akkor, ahogy mondtam, azok a léputcák, amiket fednek jobban, azokban a léputcáknak a tetejére szépen ráhelyezem ezt a lepényt. Így. A fóliáról egy kicsit lesöpröm a méheket, hogy szintén, hogy ne nyomjam őket össze. És akkor mehet is vissza a tető. Ezen szépen végighaladok. Amelyik családnál szükséges, ott a szűkítést is elvégzem. Igazából ennyi ez az első teendő, amit én idén csinálok a méhekkel. Eddig csak a melegvizesítatót raktam ki nekik. Nem piszkáltam őket.
vinni, és szépen visszazárom. Amikor elfogy a lepény, a berakott lepény elfogy, akkor pótolom ilyenkor egészen addig, amíg komolyabb virágport hordásban nem indul itt a lőtérbe. Amikor elkezdenek folyamatosan virágport hordani, utána már annyira nem is érdekli őket a általunk berakott lepény, de ez így legalább így március elejéig, március közepéig kell lepényezni ahhoz, hogy az anyát szinten bírva, vagy ösztönözni bírjuk arra, hogy nagyobb mennyiségű petét rakjon, hogy jobban fejlődjön dinamikusabban. Azért van erre szükség, hogy dinamikusabban fejlődjenek a családok, minél hamarabb elérjük azt a mennyiséget, vagy ezt a népességet, hogy hordásképesek legyenek. És akácon, ha minden jól megy és nem fagy le, akkor hordásképesek és jó erősek legyenek a családok, esetleg szaporítani is tudjunk belőlük, vagy tartalék családokat képezni, anyát nevelni. Úgyhogy ezért szükséges az, hogy ösztönözzük kívülről őket, vagyis hát mesterségesen, hogy jobban termeljen az anya termelékenységét. Akkor a leírásban berakom a linkeket, amit ígértem, és nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!